Ha Vaszary János életművére gondolunk, elsősorban színes kertjeleneteket, mondén nőalakokat, cirkuszi vagy kávéházi jeleneteket képzelünk magunk elé, ugyanakkor a 20. század elejétől végeredményben egész életművén végigvonul az a szándék, hogy a drámai helyzeteket, tragikus jeleneteket egyaránt megörökítse. Az első világháború kitörésekor már rögtön létrehozták az úgynevezett sajtóhadiszállást, ahova fotográfusokat, újságírókat, írókat és emellett képzőművészeket is összeválogattak. Ezek egyike volt Vaszary János, aki Kisfaldi Strobl Zsigmonddal, Mednyánszky Lászlóval és másokkal együtt vonulva a hadseregekkel azt a feladatot kapta, hogy megörökítse a harci cselekményeket, illetve dokumentálja az úgynevezett, a korszakban gyakran hangoztatott szemeink előtt zajló történelem mindenféle epizódját. Ezen a kiállításon is láthatunk két olyan rajzot, amelyet Lembergbe, a jelenlegi Lvivbe készített, ahol nem harci cselekményeket látunk, hanem ahogy a haditudósítók többsége a hátországban és nem a frontvonalban tudott csak tevékenykedni, hiszen biztonsági okból hátrébb vonták őket. A világháború tragédiáját nem csak valamiféle nagyszerű eseményként, hanem az emberi szenvedéstörténet, illetve a bűnös emberiség megtisztulásának folyamataként próbálta értelmezni. Ilyen formán a 10-es évek végén, 17-18 körül megjelennek azok a szenvedéstörténetre, a bibliai szenvedéstörténetre, Jézus életére vonatkozó jelenetek, tehát keresztrefeszítés, keresztlevétel, vagy más mártírok, mint mondjuk Szent Sebestyén alakja, amelyet egész Európában nagyon sokan megpróbáltak a világháború emblémájaként megrajzolni. Vaszary Jánosnak egy egész ciklus keletkezett ebből a helyzetből. 1929-30 körül készítette el azt a nagyméretű, több négyzetméteres munkáját, ami jelenleg az állandó kiállításunkon is látható, ahol összegezte mindazt a tanúságot, ahogy a keresztrefeszítés, a korpusz, a szenvedő emberi test és a spirituális, a Bibliában, illetve a megváltás tanban megjelenő szellemiség találkozásából dolgozott ki. Viszont egy másik vonulat, ami jelenetekben csúcsosodik, szintén ezt az igazodást, ezt az elképzelést bontotta ki, ezek pedig az 1920-as évektől megtalálható olyan egyházi történelmi jelenetek, ahol Krisztus keresztvitelét a hétköznapi, a jelenlegi világra alkalmazza. A holttest megtalálása, a korpusz megtalálása című kép, ahol püspökök körítik a jelenetet, a háttérben megtalálhatóak, vagy láthatóak azok az európai fővárosok jellegzetes épületei, München, Párizs, Róma, ahol mint egy jelzésszerűen ennek a jelen való krisztusi létezésnek lecsapódásait meg lehet figyelni, és a későbbi Budapest Kálvária című képeinél, ami több változatban is létezik itt a kiállításon is, látható a hétköznapi forgalom, villamosok, autók tülkölése, oda nem figyelő emberek a Dunaparton, ugyanakkor megjelenik Jézus a kereszttel a hátán, körülötte anya gyermekével, egy pöfeszkedő polgár, egy ládát hordó figura, tehát igazából a társadalom jelzésszerű rétegei, ami azt mutatják, hogy igenis a jelenkorban is van értelme, és a világháború utáni, úgynevezett békekötés utáni időszakban is van értelme erre a megváltástanra és a figyelemfelhívásra figyelni.